Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső istennőd, így hívom ezt a jóslást, és ez volt a nőnapi akcióm. Mivel rengetegen jósoltatnak velem, nem csak így videókon keresztül, hanem a Skype-on vagy telefonon keresztül is, most jutottam időben ahhoz, hogy elkezdjem ezeket a nőnapi jóslásokat most elkészíteni. Nőnapi akciós jóslás napsugár 70 számára. Kedves napsugár 70, ez a te videód, és most megnézzük a kártyán, hogy mit közölnek veled, utána áttérek az asztrológia területére, az indiai számítás szerint. Ennél a jóslásnál Vénusz bolygó energiájáról van szó, ami nőiességünkre utal. Mint ahogy itt ezen a képen látható Botticelli festménye, Afrodité vagy Vénusz születése, tehát ez a téma. Ott felül az a kártya mutatja most a jelenlegi helyzetedet. Ezen a képen az egyes szám látható, az utalhat arra, hogy szeretnél egyedül lenni, vagy szeretnél egy új kezdetet, de jelentheti azt is, hogy annak ellenére, hogy egy házasságban élsz, mégis néha olyan magányosnak érzed magad. Ezen a képen a kelyhek láthatóak, illetve egy kehely, ami a víz elemét tükrözi, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Mint ahogy a képen látható, ez a hölgy átöleli ezt a csészét. Ez utal arra, hogy mennyi szeretet van benned. Legszívesebben mindenkit úgy átölelnél. De ha mi jobban megtekintjük ezt a képet, akkor ott ülsz a vízen, és az kicsit sötétebb. Ez az árnyék, ez utal félelmekre, bizonytalanságokra. De megvan a hited, megvan a reményed, hogy az álmaid megvalósuljanak. És érzed is ezt a könnyűséget. Az is lehet, hogy visszahúzódsz az álom világodba, ami látható a képen, így a lepkék formájában. A lepkék szimbolizálják a mi lelkünket és a transformációt. Az azt jelenti, hogy vannak terveid és álmaid. Te szeretnéd átélni. Most egy ilyen átmeneti időszakban vagy. Végül is kezdhetnél egy új kezdetet, de félsz ettől. Vagy vannak még kötöttségek, ami téged a házasságban tart. Te most átélsz egy átmeneti időszakot. Azt, amit tervezel, amiről álmodozol, még nem tudod megvalósítani, mert vannak korlátozások. Az is lehet, hogy félsz ettől az új kezdettől. És most megtekintjük a következő kártyát, ami arra utal, hogy látnak mások tégedet. Itt a nőiességről van szó. Ez a nyitott könyv arra utal, hogy mások úgy látnak téged, hogy te nyitott vagy, kimutatod az érzelmeidet. Ami a külsőt illeti a nőiességet, arra utal a rózsa és az gyönyörű, és így látnak mások téged. A következő kártya utal a változásokra. Ennél a kártyánál a kelyhekről van szó,
ami a víz elemét tükrözi, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Úgy mondhatnám, itt érzelmekről van szó, és ahogy a képen látható, ez a hölgy odafigyel rá, te is erre fogsz odafigyelni, a saját érzelmeiddel tisztában leszel. Van két irány. Az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik irány pedig a bizalom, a hit és a szeretet. És ebbe az irányba fogsz tekinteni. Ennek az az előnye, hogy van gyógyító hatása, azon kívül az, amit elképzelsz, amiről álmodozol, az megvalósulhat, ha megvan ez a hited. És most megtekintjük a következő kártyát, ami nagyon érdekes, mert mutatja a belső istennődet. Ezt a kártyát úgy tudnám elmagyarázni, te itt vagy ebben a kertben. És minden tulipán szimbolizál valaki mást. Az a fontos most számodra, hogy megtaláld a saját tulipánodat. Azon kívül, hogy az, ami téged nyomaszt, az a sok-sok virág ott a hátadon, azt letedd. Ez olyan, mint egy hátizsák. És ezt cipeled magaddal, utal a problémákra, a nehézségekre. Ne a nehézségekre figyelj oda, hanem az értékekre. Mi számodra értékes? Azon kívül találd meg a belső istennődet, mert ez a belső szépséged, és ez a te saját értéked. És itt akkor lesz egy új kezdet, amire a 10-es szám utal. Most megtekintjük azt, hogy mi gyengít téged. Ezen a képen látható egy királynő, aki uralkodik a víz eleme felett. Hasonló, mint a képen látható Vénusz, illetve Afrodité. Tehát itt a te szépségedről és nőiességedről van szó. De ha ennek nem vagy tudatában, és úgy gondolod, mások szebbek vagy jobbak, mint te, mert összehasonlítod magadat másokkal, akkor az gyengít téged. Fedezd fel ezt a belső istennőt benned. Fedezd fel ezt a királynőt. És most megtekintjük azt, hogy mi erősít téged. Ez a kép utal döntésekre és mozgásra. Vedd kezedbe a dolgokat, irányítsd az eseményeket, mégpedig abba az irányba, ami neked kellemes. De ahogy a csiga mutatja, ez mehet olyan csiga lépésben is, nem kell elsietni a dolgokat. Kis lépésekkel is elérhető a cél. A következő kártya utal a szerelemre. Mit várhatsz el ettől a férfitől? Ez a kép jelentheti azt, hogy légy még visszahúzódó. De arra is utalhat, hogy ez a férfi olyan magányosnak érzi magát. Ami előnyös ennél a kártyánál, ha meditálsz arról, hogy képzeled el a jövődet, így képek formájában, és ha megvan hozzá a hited, akkor az megvalósul. A jövőtöket mutatja a következő kártya. Ez a kép utal az isteni hatalomra, a segítségre. A bagoly szimbolizálja a bölcsességet.
ott van kezébe ez a könyv, a tudás. Légy ennek tudatában, ha ez tényleg úgy van, hogy a sors utatok kereszteződött, és megvan írva a sorsok könyvében, akkor higgy ebben, mert ez a jövő. Mint az a kislány, olyan ártatlanul figyelj oda ezekre a dolgokra is, ezekre a belső hangokra, akkor itt le tudtok gyökerezni, ahogy ez a fa mutatja is. Ő úgy érzi majd, hogy nálad megtalálta a helyét, és te is fogod érezni ezt a biztonságot. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a szűz jegye kelt fel a keleti határon. Az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod. Ez kihat a külsődre, a fellépésedre, a személyiségedre. A szűz jegyénél a föld eleméről van szó, tehát nálad fontosak a reális dolgok, amit te elképzelsz, azt szeretnéd megvalósítani. Ami a szűz jegyét még illeti, hogy te inkább olyan visszahúzódó szerény vagy. Tiszta a kisugárzásod, és megvan nálad a gyógyító erő. Te egy okos, intelligens hölgy vagy. De ez a szerénység, ez abból adódhat, hogy így neveltek fel téged. Holott a te horoszkópodban, itt, az első életházban található egy visszatekintő Uránusz bolygó, és az mutatja, hogy te más vagy, mint mások, egy különleges személyiség. Azon kívül itt található nálad egy visszatekintő Plútó bolygó. És az azt jelenti, hogy megvan a belső erőd, mindazt elérni, amit tervezel, titokzatos vagy és különleges. Plútó bolygónál a szexuális témák is szerepet játszanak, tehát megvan ez a kisugárzásod is. De a szűz jegyénél ez kicsit furcsa, mert a szűz jegye szűzies, és inkább olyan szerény. Itt nálad mindkettő egy szerepet játszik, lehet, hogy ez nem tudatos nálad, de ez a fellépésed, és mások így látnak téged. Vénusz bolygó szimbolizálja a művészeteket, a szépséget, a harmóniát. Mivel ez egy nőies energia, a horoszkópban mutatja a mi nőiességünket, és a szerelmi kapcsolatokra is utal. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a halak jegyében van, az indiai számítás szerint. Mivel itt kiemelkedik Vénusz bolygó, jól érzi magát a halak jegyében, tehát nálad ez a nőies energia, ez a kisugárzás nagyon intenzív. Az is lehet, hogy megvan a tehetséged arra, hogy a művészetek területén kibontakozd magadat. Vénusz bolygó itt jól érzi magát, a halak jegyénél érzelmekről van szó, mert a halak jegye az a víz eleméhez tartozik. De, mint ahogy a képen látható is, itt ebben a jegyben két halról van szó, két irányról. Az egyik utal a félelmekre, a bizonytalanságokra, a másik irány a hit, a remény, a szeretet, és ez megvalósul, mert mutatja azt, hogy ezekkel az érzelmekkel egy álom megvalósulhat. A te horoszkópodban
a halak jegye és Vénusz bolygó a hetes életházban található. És ez a hetes életház nem más, mint a párkapcsolat. Tehát itt tükröződik valami, és Vénusz bolygó szerencsét is hoz, így kialakul nálad a jövőben egy szép, harmonikus párkapcsolat, ha hiszel ebben. Ügyelj az irányra, mert ha félelmeid vannak, akkor nem mennek előre az események. Vénusz bolygó a te horoszkópodban kapcsolatban áll Mars bolygóval. Ezek ketten egy úgy nevezett fél-szextil kapcsolatot alkotnak. Ez jó számodra, mert ez utal a közelségre és a bizalomra. Miért van ez így? Mert a te Vénusz bolygód a halak jegyében van, és Mars bolygó az a kos jegyében, ezek szomszédok, és ez a kapcsolat olyan, mint jó szomszédoknál. Megvan ez a közelség, megvan ez a bizalom. És te ezt átéled a szerelmi élet területén, mert Mars bolygó a horoszkópodban utal a te lelki társadra. Kedves Napsugár 70, ez volt a nőnapi videó. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!